Csapó, egy. A nagy sikerű Csak még egyszer előre című alkotást követően a Fehérvár Televízió operatőre, a film rendezője nem érezte lezártnak a 17-es gyalogezred történetének bemutatását, mert, mint mondja, a háború után itt maradt a kivérzett ország, a gyászoló emberek és újabb borzalmak következtek, amiket be kell mutatni. A most rögzített jelenetben Márkosfalvi Sipos Gyula ezredes hazatér a vesztes háborúból a békébe, szerető feleségéhez. A hazatérés érzelmeit próbálta a stáb hitelesen, érzelmekkel átitatva megjeleníteni a filmkockákon. 3 év után hazatér az ezredtől, hazatér a vesztes háborúból, hazatér a békébe, a feleségéhez, és ez többször ismétlődik fog ebbe a filmbe, hogy nem egyszerű a hazatérés. Erről is fog szólni például a film, hogy hogyan lehet hazatérni a frontról. Nem akarok elmondani semmit, de nem lesz egyszerű. És ez, azt gondolom, hogy ez így volt sajnos, hogy ez nagyon nehéz volt a hazatérés is. A legendás parancsnokot ezúttal is Tűzkő Sándor színművész alakítja, aki azt mondja, kihívást jelent számára a szerep, mert a katonás habitus távol áll a személyiségétől. Ugyanakkor a film folytatásában már teret nyernek az érzelmek is. Nagyon egyet kellett játszanom. Fronton volt, parancsolt, harcolt, itt meg hazajön. Láthatjuk civilben, mi történik a front után vele, szóval egy kicsit talán színesebb. Sipos Gyula feleségét Nagy Judit a Szabad Színház vezetője alakítja, aki nagy örömmel vállalta a szerepet. Nagyon örültem neki, meg Sanyival kifejezetten jó játszani. Sipos Gyula feleségét alakítom, és hát át kellett gondolnom, hogy milyen egy nő helyzete, hogyha 3 évig nem látja a férjét a háború alatt, és ugyanakkor pedig neki kell gondoskodni a meglévő gyerekekről, valamint hát magának kell megválaszolnia mindennapi kérdéseket. A Szétszakítva munkacímet viselő alkotás rendezői változatát a tervek szerint június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján mutatják be a nagyközönségnek, addig pedig még vár néhány forgatási nap a stábra.